miniszter úr, excellenciás nagykövet úr, tisztelt emlékezők, kedves vendégei! Nincs még egy nép a világon, rajtunk magyarokon kívül, akinek nemzeti gyásznapja lenne. Bennünket, magyarokat, a történelem sokszor tragikus forgandósága nem kímélt meg a gyásszal teli október 6-ától, amelyre immár 150 éve kegyelettel emlékezünk. A nemzeti gyász szól a 13 aradi vértanúnak, annak a több mint 100 társuknak, akik ugyanúgy vitón fejezték be életüket a forradalom utáni hosszú hadjáratban. Így lehet a mindenkori magyar gyász és fájdalom az emlékezés felkiáltó jele. Korpusz, amelyik emlékeztet és figyelmeztet, de elgondolkodtat bennünket arról, hogy beszép így végzetes néppel ugyanannak tudni magunkat. Hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők! E naptól Corpus Hungaricum itt a Kárpát-medence szívében, Alba régiában jelképezze a magyarság 1000 éves sorsát Európában. A sokszor és gyakran tragikus, vérzivataros évszázadokat, amelyek után újra és újra felállt és kitörtek is nemzet, hogy hevületével példát adjon a nagyvilágnak. Szimbóluma mindnyájunknak, múltunknak, magyarázata jelenünknek és megoldása a jövőnk biztos alapjának. Azt szeretném én is, amit nyilván Wagner mester is álmodott, hogy egy Corpus Hungaricum legyen az utcának darabja mindenkié. Szeretném, ha ezt mindenki magáénak érezné, és aki elmegy a Corpus előtt, a néha fáj a szíve, a néha meggondolatlan felelősségvállalásra készítesse. Azt gondolom, Székesfehérvár jól választott, amikor döntésével felvállalta, hogy a millennium előtti évben felállítja a magyarság örök felemelkedését szimbolizáló műalkotást. Fájdalom, hogy Wagner Nándor nem élhette meg a napot, de úgy érzem, méltó emlékéhez a mai nap ünnepélyessége. Megköszönöm hát elsősorban Wagner Nándornak az ajándékozás nemes gesztusát, Nagy Benedek szobrászművésznek és társainak a kivitelezés architektúra alázatosan nagyszerű munkáját. Mag István építésznek a Wagner hagyaték fáradhatatlan istápolását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azzal adom át a Corpus Hungaricum szobrát Székesfehérvárnak, hogy nagyszerűségével, szerint monumentalitásával, csendes méltósággal hirdesse a harmadik évezred magyarságának a magyar feltámadás örökét.